Szevasz, már itt is összefutunk? Ha, ritka pillanat. De Molkuton szoktál tankolni? Hát persze, hogy szoktam tankolni, hát magyar vagyok. Nem is értem egyébként, hogy a horvátok miért támadják a Molt is, meg a Hernádit is. Az elmúlt években a legtöbbet Magyarország segített nekik, például az uniós csatlakozásban is. Mi lesz most a Hernádi bajban? A Molt bukja az inát? Szerintem ez leginkább a horvátoknak a belügyük, arról szól, hogy politikailag akarnak néhány személy elbánni, és ez a Molt és a Hernádit próbálják használni. Te bízol a Molban, vagy bennéd? Én azt gondolom, hogy 15 ezer fent környékén nem feltétlenül rossz befektetés, előbb-utóbb ez meg fog oldódni, ha pedig nem, akkor gyorsan el kell adni, nagyon szerintem minden nem lehet bukni rajta. Bízol a Molban? A Mol a térségnek a másik legnagyobb társasága. Én azt gondolom, hogy lehet benne bízni, de azért az én szemléletem elég magyaros. Ezért kérlek azt, hogy amit mondtam, azt ne nagyon terjesz. Jó. Várjál. Ez benfentes információ? Hogyne, ez egy igazán benfentes információ.